A klasszikus magyar szabjavívás hagyománya, szabolcsi almatermesztés, vagy épp a szatmárcsekei csónakos fejfás református temető. Csak néhány Szabolcs-Szentmeberek vármegye értékei közül. Ezek is láthatóak a megújult honlap fejlécében, amelyet hétfőn mutattak be a vármegye házán. Mint elhangzott, fontos ezeket a kincseket összegyűjteni, mert sokszor azt nem vesszük észre, amiben élünk. Az értéktár gyűjtés egy mozgalom, amelynek soha nem lesz vége. Mindig újabb és újabb értékek várnak felfedezésre, bemutatásra, keletkeznek is újabb és újabb értékek a vármegyében természetesen, tehát nem egy statikus, hanem egy dinamikus folyamat, egy mozgalom, amelynek a mozgatórugója az értéktár bizottság, és úgy gondolom nagyon jól végzik a munkájukat, erről tanúskodik ez a honlap is, ez a megújult honlap. Az értékek tudatosítása mellett fontos az is, hogy ezek minél elérhetőbbek legyenek. Ehhez egy Hungarikum pályázat biztosított 2,5 millió forintot. Meg is tudjuk mutatni, és érdekessé, elérhetővé tegyük az annak a fiatalabb generációnak is, aki már nem biztos, hogy azokban az értékekben nőtt fel, amelyet mi nagyon fontosnak tartunk. Lehet, hogy nekik ezeket meg kell ismerni, meg kell mutatni, és ez meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a mai világban most már úgy gondolom, hogy elengedhetetlenek. És ezért szerettük volna, bár volt a Vármegyei Értéktárnak honlapja, de szerettük volna ezt frissíteni, egy picit látványosabbá tenni, egy picit színesebbé tenni, informatívabbá tenni, és megmutatni azt a 172 értéket, amely szerepel, egy olyan formában, amely, hogyha valaki erre rákattint, hogyha valaki felkeresi ezt a webhelyet, akkor bízunk benne, hogy ott is ragad, egy picit elidőzik. Vásáros Namény méltán lehet büszke magára, hiszen több kategóriában is képviselteti magát az értéktárban. Legyen szó a beregi keresztszemes hímzésről, a Tomcsányi kastélyról, a beregi múzeumról, vagy épp a vitkai platánsorról. Év fasora lett a vitkai platánsorunk, kellő odafigyeléssel és szakértelemmel gondozzuk és felügyeljük ezt a platánsort, és remélem, hogy minél többen meglátogatják. Majd egyébként pont a tegnapi napon tudtuk kitenni azt a csodálatosan szép táblát, amely méltóképpen fémjelzi, hogy igenis a 2023-as év fasora a vitkai platánsor lett. És jött a múlt heti hír a beregi körről, amely kapcsán a bringások nagy örömére az év bringás köre, az év kerékpárútja a beregi kör lett, amely Gergely-Gornyáról indul, Tákos, Csaroda, Tarpa, Máropapi érintésével vissza Gergely-Gornyára. Ez egy 50 kilométeres kört jelent. A megújult honlapot bemutató sajtótájékoztató után az Értéktár Bizottság megtartotta soron következő ülését is.